mondtam, a Városi Televízió nézőit, önök a Túri Hírmondót látják 2018. március 2-án pénteken. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Sajtótájékoztató a mezőtúri fejlesztésekről. Ismét hazai pályán a felnőtt férfi kézilabdásaink. Herceg Zsolt mezőtúr város polgármestere sajtótájékoztató keretében számolt be a település jövőbeli fejlesztéseiről. Hangsúlyozta, összesen több mint 9 milliárd forintnyi összeg érkezhet a következő néhány esztendőben. Ami a fejlesztéseket illeti, nagyon örvendetes, hogy most már 4,5 milliárd forintnál tartunk, ami az elnyert támogatási pályázati források volumenét illeti. Tehát a következő esztendőkben, itt ugye 2018-19 és 2020-ra gondolok, következő esztendőkben nagyon sok értékes, látványos, hasznos felújítást, beruházást fog tudni az önkormányzat megvalósítani. Nagyon örvendetes az is, most egy picit el vonatkoztatva a településünk, az önkormányzatunk költségvetésétől, az, hogy ennek a duplája, tehát a 4,5 milliárdnyi összegnek a duplája érkezett még a településünkre, a versenyszféra számára, az oktatás számára, és sorolhatnám még azokat a területeket, akik pályázati forrást tudtak elnyerni, tehát összességében több mint 9 milliárd forintnyi fejlesztés érkezhet a következő néhány esztendőben a településünkre. A fejlesztésekről már korábban számos alkalommal tájékoztatást adtam, most itt a költségvetés kapcsán nem szeretnék ebbe részletesebben belemenni, de majd itt a napirendi pontok között lesznek még fejlesztési projektek, amelyek kapcsán a képviselőtestület most 22-én döntést hozott. Amit a költségvetés kapcsán mindenképpen még el kell mondani, és ami igen nagy hangsúlyt kapott, nagyon sokat beszéltünk róla, a belterületi utak helyzete, állapota. Ugye a mezőtúron a belterületi úthálózat hossza durván 100 kilométer, és hát durván körülbelül 20%-nyi, tehát 20 kilométernyi földes utcája van mezőtúrnak. Az idei télen az időjárási körülmények olyanok voltak, hogy nem igazán volt fagypont alatt a hőmérséklet, vagy maximum enyhe fagyok voltak, és hát ez azt idézte elő, hogy ezek az utcák szinte járhatatlanná váltak, sőt, nagyon sok helyen járhatatlanok voltak. Napjainkban ugye most az erősebb hideg miatt ugye itt ezekben az utcákban a pocsolya az megfagyott, tehát egyes utcák most már járhatóak, de természetesen tudjuk azt, hogy ez nem mehet így sokáig. Nagyon sok kérés, nagyon sok kritika érkezett el hozzánk, és rögtön hozzá kell, hogy tegyem, hogy ezek teljesen jogosak, hiszen azt elfogadhatatlannak tartom én is a magam részéről, hogy a 21. században még ilyen problémákról kell, hogy beszéljünk, de hát Mezőtúr egyrészt nem egy gazdag település, tehát önerőből erre az elmúlt esztendőkben, évtizedekben nem volt lehetősége az önkormányzatnak, és hát ami fájó a számunkra, hogy pályázati lehetőség sem volt ezeknek az utcáknak az aszfalt burkolattal történő ellátására, az utcák burkolatának, fejlesztésének a megvalósítására. A képviselőtestület ülésén, illetve azt megelőzően a munka megbeszélésén is elhangzott az, hogy ezeknek a felújításoknak a menetét mindenképpen fel kellene gyorsítani. Ha erről a témáról beszélünk, vagy általában a fejlesztési témákról, az önerőből történő fejlesztésekről, akkor ugye mindig ott kell kezdeni, hogy 2010-ben, amikor én polgármester lettem, még olyan problémával kellett szembenéznünk, hogy a településünk, illetve az önkormányzatunk irtózatos mértékben el volt adósodva. Több mint 3 milliárd forintnyi adósság terhelte az önkormányzatot, és nemhogy arról nem tudtunk beszélni, hogy önerőből milyen fejlesztéseket hajtsunk végre, hanem arról kellett beszéljünk,
hogy hogyan finanszírozzuk az önkormányzati feladatellátási rendszer működését, hiszen működési hiánnyal terveztünk például 2011-ben és 2012-ben is. Aztán hála Istennek jött az állami adósság átvállalás, amely nekünk egy óriási pozitívum volt, hiszen 3,2 milliárd forint adósságot vitt el a magyar állam az önkormányzatunk válláról. Ha ez nem történik meg, akkor az önkormányzatunk csődbe jutott volna rövid időn belül, egy éven belül. Mára már eljutottunk oda, hogy gondolkodhatunk önerős fejlesztésekben is, és ahogy az elején említettem, a működésünk finanszírozása is abszolút biztosított. Szerencsére az ipari szféra, a versenyszféra is egyre jobb teljesítményt nyújt, tehát egy igen markáns fejlődés jelenik meg, ezt mi a helyi adók mértékéből látjuk. Összehasonlítású 2010-ben a helyi adó mértéke nem ért el az 500 millió forintot, 2010-es esztendőről beszélek. Most 2017-ben valamivel több mint 800 millió forint ilyen jellegű bevétele volt az önkormányzatunknak. Ez nyilván azt jelenti, hogy ha ebből az összegből elvesszük azt a forrást, amelyet a működés terén az állami normatívákhoz kell hozzárendelnünk azért, hogy a feladatot tisztességgel le tudjuk finanszírozni, akkor azt is láthatjuk, hogy a helyi adó mértékének a folyamatos növekedésével, tehát évről évre emelkedik, tehát most ezt a tendenciát látjuk. Ez azt jelenti, hogy évről évre az önerős fejlesztéseink mértéke az szintén növekedhet. De ami az út felújításokat illeti, ugye azt állapítottuk meg, hát ehhez nem kellett különösen nagy képességekkel rendelkezni, hiszen azért a számokat mindenki ismeri, a probléma nagyságrendjét ugyancsak ismerjük, hogy ez a mérték, amelyet a helyi úthálózat fejlesztésére tudunk fordítani, ez nem elégséges, tehát ennek az ütemén kell mindenképpen gyorsítani. Itt ugye több lehetőség áll a rendelkezésünkre, és itt mindenképpen meg kell jegyezni azt is, hogy azért nem csak az utak fejlesztése a célunk, nagyon fontos, ezt tartjuk most jelen pillanatban kiemelt feladatunknak, de azért más önerőből történő fejlesztést is finanszírozni kell. Mi lehet a megoldás? Ugye nyilvánvaló, hogy fejlesztési céllal egy önkormányzat vehet fel hitelt, egyébként hogy a költségvetésünkben, ami ezt a hitel kérdéskört érinti, az, hogy néhány évvel ezelőtt az egészségház építéséhez vettünk fel hitelt, ennek az utolsó részlete az idei esztendőben letelik, tehát 18 millió forint még, ami hitel visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatunkat, és akkor tulajdonképpen elmondhatjuk, hogyha ezt visszafizettük, hogy nincs hitele az önkormányzatnak, tehát nincs hiteltartozása pénzintézet felé. Tehát ebből fakadóan arról beszéltünk, hogy hitelfelvétellel is meggyorsítható ez az útfelújítási folyamat. 100 millió forint került szóba, majd most a képviselőtestületi ülésen márciusban fogunk erről tárgyalni, hiszen ennek is megvannak a sajátos szabályai. Végeredményben kormányengedélyével kell rendelkezni az önkormányzatnak ahhoz, hogy hitelt tudjon felvenni. Fejlesztésre hangsúlyozom, és nem működésre. Tehát ez az egyik megoldás. A másik, a mai napon tárgyaltam Boldog István országgyűlési képviselő úrral, aki azt az ígéretet tette, hogy megpróbál állami segítséget kérni erre a problémára, ennek a megoldására, hiszen nem csak Mezőtúron, az ő választókerületében, hanem számos településen, ugye 23 település tartozik képviselő úrhoz összesen, számos településen hasonló problémákkal küzdenek, és arról biztosított a mai egyeztetésünkön képviselő úr, hogy az államhoz fog segítség kéréssel fordulni, és hogyha ez megtörténik, és hogyha kapunk ide viszonylag jelentősebb mértékű forrást, akkor még látványosabb fejlődést tudunk felmutatni ezen a téren is.
Ami a további fejlesztéseket illeti, önerős fejlesztéseket, ugye itt is számos nagyobb, kisebb fejlesztésről beszélhetünk. Többek között egyetlen egy utca, a Frankelle utca szerepel az útépítések között, de szeretnénk folytatni a református kollégium melletti járdának az építését is, és tulajdonképpen akkor már azt mondhatjuk, hogy itt a városközpont majdnem befejeződött, egy szép, kulturált környezet tárul az ide látogató szem elé, tehát ezek mellett és sorolhatnék több tucatnyi olyan kisebb fejlesztést, például a közétkeztetést ellátó konyhánk technikai eszközfejlesztésére is 3 millió forintot terveztünk be, amelyekkel nyilvánvaló, hogy a feladatellátás biztonságának növelésére gondolunk, de mondom, számos más egyéb területen is fejlesztési elképzeléseink vannak. Amit nagyon fontosnak tartottunk, és nagy öröm számomra, és hát a képviselőtársaim számára is, hogy a civil szervezetek részére is tudtuk emelni azt a támogatási keretet az elmúlt évhez képest, amelyből tudjuk segíteni a munkájukat. Nagyon sok értékes közösségünk van itt Mezőtúron, akikre büszkék vagyunk, és hát nyilvánvaló az, hogy igyekszünk az önkormányzat részéről mindent megtenni annak érdekében, hogy segítsük, támogassuk a munkájukat, és hát ugye ez ennek az egyik formája a pénzügyi segítség, de természetesen más módon is igyekszünk támogatni őket. A költségvetési főösszeg 4,7 milliárd forintnál van most, tehát ott tart, ilyen költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel fogadtuk el a költségvetésünket, és hát lezárva ezt a témát, én nagyon remélem, ahogy már egyszer említettem, hogy váratlan olyan jellegű esemény nem következik be az önkormányzatunk életében, amely viszonylag nagyobb forrásbevonást igényel, tehát az adott felmerülő probléma megoldása olyan nagyságrendű lehet, ami esetleg felboríthatja a költségvetésünket. Természetesen költségvetési tartalékkal is terveztünk, ennek a mértéke közel 40 millió forint. Még két dolgot szeretnék feltétlenül megemlíteni a költségvetésünk kapcsán. Az egyik a bér kérdése, az önkormányzati szférában a bér kérdése. Ugye 2017-ben és 2018-ban is a kötelező bérminimum, minimálbér emelkedésének lehettünk tanúi, amely szintén egy örömteli dolog. Viszont azt arról mindenképpen beszélni kell, hogy az önkormányzatunkra ez milyen nagyságrendű terhet ró. Itt ugye arra is oda kell figyelni, amellett, hogy a jogszabályi előírásokat teljesítsük, tehát ezeket a jogszabály által meghatározott béreket a kollégáinknak ki tudjuk fizetni, hogy a bérfeszültség elkerülése érdekében a magasabb jövedelműeket vezető beosztásban lévő kollégák tekintetében is egy bizonyos mértékű bérfejlesztést hajtsunk végre. Magyarul kerüljük el a feszültséget, a bérfeszültséget egy adott munkahelyen. Ez tulajdonképpen minden intézményünkre, gazdasági társaságunkra, és nem utolsó sorban a közös önkormányzati hivatalra is vonatkozik. Ez a nagy teher több 10 millióban mérhető ennek az összegnek a nagysága, de hála Istennek ezt is be tudtuk tervezni a költségvetésbe, és fogjuk is tudni biztosítani a kollégáink számára. Hát a költségvetésről összességében nagyon-nagyon röviden, összefoglalóan ennyit szerettem volna mondani, úgyhogy a képviselőtestület ezt elfogadta, és hát ahogy említettem, igyekszünk úgy gazdálkodni továbbra is, ugyanúgy, mint eddig, tehát fegyelmezetten, költségtakarékos módon, és hát nyilván tudjuk azt is, hogy váratlan események mindig bekövetkeznek, ahogy említettem, a tartalék erre is biztosít majd lehetőségeket. Ismét hazai közönség előtt szerepelhettek felnőtt férfi kézilabdásaink múlt hét szombaton. A 2018-as év első hazai tétmeccsén a Karcagi Gárdát fogadta a Mezőtúri AFC Szigenta,
A mérkőzés végeredményét megtudhatják összeállításunkból. A 2018 első hazai tétmérkőzését játszott a szombaton a Mezőtúri AFC Szindzsenta felnőtt férfi kézilabda csapata. Az MB2 délkeleti csoportjában az Éllovas Gárda fogadta a Sereghajtó Karcagi csapatot. A vendégeknek eddig nem alakult fényesen ez a szezon, hiszen a lehetséges 26 pontból csupán 2-t sikerült begyűjteniük, ami azt jelenti, hogy 13 mérkőzésükből csak egyet tudtak megnyerni, az összes többit elvesztették. Ezzel ellentétes a hazai csapat a Mezőtúri AFC Szindzsenta mérlege, hiszen eddig mind a 13 mérkőzését megnyerve 26 ponttal áll a tabella élén. Papírforma alapján tehát a Mezőtúri csapat győzelmére lehetett számítani. Az első támadást a vendégek hajthatták végre, ám helyzetüket nem tudták kihasználni, a hazaiak pedig egy ellentámadásból megszerezték első góljukat. A találkozó első felében még viszonylag szoros volt az eredmény, ám a játék feléhez érve kirajzolódott a Mezőtúriak fölénye. A szünetre 5 pontos előnnyel mehettek a hazaiak, a félidő eredménye 16-11. A második felvonást is a miénk kezdték jobban, és az első pár percben már 2 góllal is növelni tudta előnyét a hazai gárda. A vendégek is próbáltak eredményes támadásokat végrehajtani, ám a Mezőtúriak összehangolt védekezésének köszönhetően nem jártak nagy sikerrel. Az utolsó játék részben lényegesen több gól született, mint az első fél időben, de ez sem a karcagi csapat érdekeit szolgálta. A vendégek 13, a hazaiak pedig 24 gólt lőttek ebben a félidőben, ami lényeges különbséget mutat a két együttes között. Végeredmény tehát Mezőtúri AFC Szindzsenta, Karcagi SE 40-24. Ezzel a fölényes győzelemmel a Mezőtúriak továbbra is a tabella élén állnak, remek mérleggel, hiszen ebben a szezonban eddig az összes meccsüket megnyerték. A karcagiak viszont már kevésbé lehetnek elégedettek, hiszen ők maradtak a 2 ponttal a sereghajtó pozícióban. De ne feledjük, messze még a szezon vége. Annyi bizonyos, hogy ha a Mezőtúriak tovább folytatják nyerő szériájukat, könnyen lehet, hogy jövőre az NB1B-ben találják majd magukat. Következő mérkőzésükön pedig idegenben a Kiskörös elleni találkozón lépnek majd pályára kézilabdásaink. Kedves nézőink, Önök a Túri Hírmondót látták. Ne feledjék, friss hírekkel jövő héten is várjuk majd Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!